A balkáni államok egy része már kérte a felvételét az Európai Unióba. bosznia Bosnia-Hercegovina azonban Várhelyi Olivér szomszédság és bővítését felelőtt biztos szerint decemberben megkaphatja a tagjelölti státuszt. Zöldhegyi Katalin interjúját láthatják. A múlt héten jelentette be Várhelyi Oliver szomszédság és bővítés politikáért felelős biztos, hogy több feltétel teljesülése esetén Bosnia-Hercegovina kapjon uniós tagjelölti státuszt. Ezt a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatban kulcsfontosságúnak nevezte a magyar biztos, illetve Bosnia-Hercegovina történetében pedig történelmi lépésnek. Köszöntöm Várhelyi Olivért itt Luxemburgban, akivel a külügyi tanács szünetében beszélgetünk. Milyen feltételeknek, kritériumoknak kell megfelelnie Bosnia-Hercegovinának, hogy megkapja az uniós tagjelölti státuszt? Az uniós tagjelölti státuszra tett bizottsági javaslat nem fogalmaz meg előfeltételeket. <kül> Tehát Ezeket a feltételeket folyamatosan kell majd teljesítenie az országnak. Alapvetően a jogállamiság területén, bírósági reform, ügyészségi reform területén, korrupció, szervezetbűnözés elleni küzdelem, illetőleg a migráció területén való Európa együttműködésbe való még teljesebb részétel azok a peremföltételek. Továbbá a választási reform kérdése, ami szintén megoldatlan. De amit, mint kritikus reform tömeget tekint az Európai Unió. A bizottság azt javasolja, hogy a tanács decemberben adja meg ezt a tagjelölti státuszt, és ezt követően mi folyamatosan ellenőrizni fogjuk, hogy ezek a föltételek teljesüljenek. Bosnia-Hercegovina hogyan áll a többi nyugat-balkáni ország tekintetében? Ugye itt hat állam vár az uniós csatlakozásra. Ebben Bosnia-Hercegovina hogyan teljesít? Bosnia-Hercegovina jelen pillanatban egy lehetséges tagjelölt, hiszen még a tanács nem fogadta el a <kül> javaslatunkat. Beadta. A csatlakozási kérelmét erre érkezett egy bizottsági vélemény. Ott 14 <coughs> prioritást fogalmazott meg a bizottság, amit a tanácssal is fogadott, ami föltétel annak, hogy a csatlakozási tárgyások meg tudjanak kezdődni. nyugat a Nezen kívül van még négy másik ország, aki csatlakozási tárgyalásokat folytat. Tehát Szerbia, Montenegro már előre haladott állapotban van, fejezeteket nyitottak meg, talán Montenegrónál egyszer eljön már most már a nap, amikor el tudunk kezdeni fejezeteket lezárni, illetve láttuk, hogy Albánia és Észak-Macedónia most kezdte meg a csatlakozási tárgyalásaikat, Koszovó pedig ö, ö, egyelőre még nem adott be csatlakozási kérelmet. Tehát azt tudom mondani, hogy ezzel, Bosznia-Hercegovina egy nagyon komoly lépést tett afelé, hogy meg tudja kezdeni majd a csatlakozási tárgyalásokat akkor, hogyha azt a 14 feltételt teljesítette. Múlt héten az Európai Parlamentben, amikor az Európai Parlamenti képviselők a tagjelölti státusz megadásának lehetőségéről vitáztak, ön azt mondta, hogy egy csatlakozásra váró országnak teljesítenie kell az Unió külpolitikai prioritásait is. Ez Bosznia-Hercegovini esetében hogyan áll? Borosztián Hercegovinában a kormányzat eddig is mindent megtett azért, hogy az európai közös külés biztonságpolitikai irányvonal az minden inkább kötődjön, illetve minél több ilyen állásfoglalást osszon meg ő is. Ugyanakkor nyilván van még mit tenni. Körülbelül egy, egy, egy jó teljesítményt hoz bosznia hercegovina Itt igazából azon múlik majd a teljesítmény szerintem, hogy ezeket a döntéseket utána hogyan hagyja végre az ország. Szerbia esetében egyes európai parlamenti képviselők felvetették, hogy nem sorakozik fel az orosz ellenes szankciók mögé, ezért azt fogják javasolni, hogy bizonyos támogatásokat, előfeltételként nyújtandó támogatásokat vonjanak meg, vagy fagyasszanak be Szerbia esetében. Ön ezt hogyan fogadja? Az, hogy mikor és hogyan lehet a csatlakozási tárgyalásokat, vagy forrásokat felfüggeszteni, ennek megvannak a maga szabályai. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy a közös kül- és biztonságpolitika területe tekintettel arra, hogy Európa területén háború folyik, felértékelődött. Szükségünk van minden szövetségesünkre, és kik a mi szövetségeseink, ha nem azok az államok, akik nem csak hogy tagjelöltek, de csatlakozási tárgyalásokat folytatnak. Ezért én arra biztattam, és arra biztatom most is a szerb hatóságokat, hogy segítsenek Európának segítsenek, mert Európának szüksége van Szerbia segítségére, támogatására, és egyértelmű, hogy nem csak a tagállamok döntő többsége, de az európai intézmények is alapvető mérceként tekintenek most erre a területre. Ezért kértem a szerb hatóságokat, hogy duplázzák meg az előfeszítéseiket. Mindenki tudja, hogy Szerbia egy speciális helyzetben van ezen a területen, ettől függetlenül szükség van rá, hogy Szerbia kiálljon Európa mellett, mint jó szövetséges. Végezetül energiaügyek itt Luxemburgban videokonferenciát folytatott a hat nyugat-balkáni állam energiaügyi miniszterével. Miről volt szó, esetleg szóba került-e közös gázbeszerzés vagy más ügyek kérdése? Most készülünk elő egy energia csomaggal a nyugat-balkánnak. Látható, hogy ugyanúgy, hogy a Covid-nál Szervesült már a Nyugat-Balkán a mi energiarendszereinkben is, tehát nem elég az uniós szintű válságkezelés az energiaválság esetén sem hanem egy közös válságkezelésre van szükség. Látható, hogy a Nyugat-Balkánon pontosan ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, ugyanúgy új útvonalakat kell keresni, ugyanúgy új beszállítókat kell keresni, ugyanúgy csökkenteni kell a fogyasztást, ugyanúgy energiahatonsági beruházásokra van szükség, és ugyanúgy jelentős beruházásokra lesz szükség a megújuló energiában. És tanulva a Covid-válságból is, egyértelmű az is, hogy hiába segítünk magunkon, ha a Nyugat-Balkánon nem segítünk, hiszen akkor ez a válság hozzánk is be fog gyűrűzni. Magyarán megpróbálunk egy jelentős támogatást az asztalra tenni, oly módon, hogy ez egyben Európát is segítse. Tehát mindazok a források többlet, útvonalak, amiket így létre tudunk hozni, egyben Európa érdekét és, és táplálását is szolgálni fogják. Körülbelül egy milliárd euró az a csak közvetlen támogatás, amit gondolunk megmozdítani. Talán a beruházások szintjén ez még több is lehet, sokkal több, de még egyenlőre dolgozunk ezen. Most az volt a feladat, hogy megkérdezzük a nyugat-balkáni minisztereket, hogy melyek azok a legfontosabb akadályok, amiket le kell küzdjünk, akár a mostani térre, ha gondolunk, akár a rövidtávú feladatokra, tehát körülbelül elkövetkezendő egy évben, akár a középtávú, tehát a következő két-három évben előttünk álló feladatok szempontjából. Most náluk van a labda, ha lehet így fogalmazni, és tőlük várjuk, hogy melyek azok a konkrét projektek, ahol Európa segíteni tud. Én nagyon remélem, hogy mire elnök azt, hogy jövő héten odautazik, már egy teljesen világos és egyértelmű tervel tudják, tervet tud ismertetni a balkáni vezetőkkel.